Ez a felvétel június közepén készült, itt még nem volt egyértelmű a kicsi sátánmajom neme. Azonban ezek a felvételek már frissek, a kicsi nemét szinte bárki megállapíthatja most már szőrzete alapján. Nincs még egy újvilági majom, akinél ilyen hatalmas eltérés lenne a két ivar között, hiszen még a hím fekete bundájú és fehér arcszerzetű, a nőstény sütét szürke őszínű. A pici apróság eleinte rózsaszín arccal rendelkezett és teljesen beleolvadt anyja hasába, most már azonban 3 hónaposan elkezdett növekedni a fehér arcszőrzet, tehát most már tudjuk, hogy egy fiatal emberről van szó. A kicsi majom június elején látta meg a napvilágot, szülei 2013-ban az Európai Fajmegőrzési Program keretében kerültek az állatparkba, első utódjuk 2 éve született, most ismét kisfiúval bővült a majom család. A játékos állat a fehér arcú sátánmajom a dél-amerikai esőerdők alsóbb lombkorona szintjeinek lakója, főleg gyümölcsökkel, magvakkal, rovarokkal táplálkozik. Az állat testtömege általában nem haladja meg a 2 kilogrammot, dússzőrű farka hosszabb, mint a teste, amely általában 30-40 cm. A sátánmajmok a Victoria ház lakói, hiszen itt találhatóak a legkülönlegesebb kinézetű állataink. Nem véletlenül kerültek ők ide, hiszen valóban a hímek, mint a fehér sámánmaszkot viselnének, és valljuk be, hogy nem a cuki kategóriájú majmokhoz tartoznak, inkább a bizarr külsejű állatok közé sorolhatók. A zord külső és a félelmet keltő név azonban békés, játékos belsőt takar, ráadásul nagyon ügyesek is a sátánmajmok, akár több méteres ugrásokra is képesek.